Sziasztok, sziasztok! Rem Gábolázs, és egy újabb feladatot került itt a kezembe méghozzá a Sennheisertől már megint, és azért érdekes, mert én már legalább egy-két éve Sennheiser feladatokat használok, Momentumot, Urbanite-ot, mindenfélét, és mindig, főleg azért, mert kényelmesek voltak most meg, amit a Wireless szériában vagyok, azóta azért is, mert nagyon szépen kiszűrik a zajokat körülöttem, és ezzel még jobban szűri ki a PXC 550, csak sajnos hát elég sok pénzért, méghozzá 400 euróba kerül, 120 ezer körül, 130-140 ezer forint körül lesz ez a boltokban, vagy majd már most ez a boltokban, csak feketében ez a kis touch felületes felható, de hát még mindig nagyon jó a hangminőségét, látjátok, hogy csak a speckókat leolvassátok, hogy milyen jó dolgokat tud. Ha leolvassátok, akkor majd nézzétek, akkor itt is látom, milyen elég sok minden van a dobozban, és itt a másik oldalt is látjuk, hogy itt egy originál Sennheiser termékről van szó, és itt alatta is azt is látjuk, hogy szépen sok funkciója van, mint Bluetooth, NFC és Active Noise Cancelling. Hosszú üzemidő, 30 órával, kábel, még mindenféle dolgok vannak benne, és még sok minden más, mindjárt bemutatok nektek, hogyha itt kicsomagoljuk ezt a szép kis feladatot. Tehát itt is van. Hát eddig nem izgalmas. Kis olvasnivaló. Ezt persze nem olvassuk el, mert már félig meddig tudom, hogy kell használni, már kicsomagoltam tegnap, és használtam is tegnap egy kicsit a német videóm után. Ez egy nagyon szép kis doboz, amelyet, mert itt nagyon puha a széle. Sennheiser van erre az oldalra nem ráírva, de erre az oldalra ide egy ilyen kis cucc rajta van. Kinyitjuk akkor majd, hát így kell volna kinyitni, akkor majd látjuk, hogy itt van a felható, és igazából itt, ez itt egy ilyen elválasztó, hogy egymást ne buzerálja itt a dolog, a feladatónak a kettő része egymás, van egy kábelünk, hogy kábelet tudjuk használni, hogyha jobb hangminőséget akarunk talán a Bluetooth-nál, vagy már lemerült, akkor még kábelet lehet használni, aztán itt van adapter is, hogyha repülőn, vagy persze receiver-el akarjuk használni, erősítővel, és még van még egy kábelünk, egy micro USB kábelünk, hogy tudjuk majd fel is tölteni, hogyha még nem lenne ilyenünk. És ez mindenben a szép kis, aranyos kis táskában van benne, amit látjátok, ilyen kis gumis nyaka van, és ide majd bele lehet pakni ezeket a különböző dolgokat, amit most itt békén is hagyok, és nézzük meg a felhatót. Ahogy látjátok, így néz ki a felható, vissza lehet így hajtani, be is lehet hajtani, és itt van a kis ragasztók rajta, mert ezen az oldalon lehet állítani a touch felületen a hangerőt is, így mozgatom az ujjamatok előre-hátra lehet menni a dalokban, és hogyha csak megérintem, akkor play és pauzét is tud ez a felható. NFC-be könnyű csatlakozni itt egy fém csík van körülötte, és azt hinne az ember, hogy itt vannak a mikrofonok benned igazából, nem, itt a tetén van egy lyuk, másik oldalt is van a tetén itt még egy lyuk, aztán az elején itt van mindjárt még egy lyuk, mindjárt megmondom nektek itt majd tudunk telefonálni. És persze még sok másik helyen is még érzékeli azt, hogy milyen a hang, vagy milyen hangok vannak körülöttünk, és próbálja kiszűrni. Persze még mindig az egész fém, bőr és műanyag keveréke, és azt itt látjuk majd, hogy nagyon szépen ezt itt könnyen lehet itt állítani. Nem csak ennyire hajlékony, hanem tényleg simán ezt is tudom vele csinálni. Persze ezután egy kicsit itt lazább lesz így, úgyhogy hogyha majd kicsit szorosabbra akarom, akkor ezt is lehet vele csinálni, és akkor szorosabban van a fejünkön, és különben mit lehet még az egész készlékre tudni, van egy csomó gombja is, méghozzá itt, hogyha megnézzük, akkor van rajta egy ki is bekapcs gomb, és itt lehet a noise cancellinget ki is bekapcsolni. Aztán van egy music gombunk, ez különböző music effekteket lehet itt állítani, és különben még van egy micro USB-nk, meg egy kábel csatlakozónk, amiket éppen bemutattam, hogy lehessen majd persze tölteni is, meg kábellel is használni. Na, hol a bekapcs gomb? Egészen könnyen, hogyha elfordítom így, akkor van egy kattanás hang, és akkor bemondja a fülembe, hogy be vagyunk kapcsolva. És már csatlakozva is vagyunk, azt hiszem, nem, nincs bekapcsolva a Bluetooth form, és akkor már azt is mondja nekem, hogy phone one connected, mert már tegnap csatlakoztam, hogy említettem, de különben, amikor először bekapcsoltok, akkor persze olyan módusz vagy módban vagytok, hogy csatlakozzatok, és különben, amúgy, hogyha csak egy oldalt fordítok el, méghozzá a bal oldalt így, akkor nem kapcsol ki, itt is kattan ugyanúgy, de ez nem a kis bekapcs gomb, hanem a jobb oldal a kis bekapcs gomb, ami eléggé érdekes. Ha most lejátszok zenét, akkor nem fogjátok nagyon hallani, de a hangminőség nagyon-nagyon jó. Kicsi Jake-et hallgatok, vagyis Drake-et, elnézést. Így kell a hangerőt szabályozni, hogy ezt itt így felfelé mozgatom.
És akkor bemondja nekem egy kedves női hang, hogy volume max. És akkor még itt is tudom különállítani. És az a jó az egészben, hogy a magasok nagyon jók, a mélyek nagyon jók, és még a középső hangok a legjobbak igazából, de a magasokat is nagyon jól átviszi, és nem annyira hangos, hogy a max hangerőn is zavarna, és így lekéne venni a fülemről, hanem tényleg kellemesen lehet hangosan üzenet hallgatni, hogy most nem is hallom, hogy fúj a szél, vagy más történne itt körülöttem, és nagyon szépen leszigetel. Méretben, hogyha összehasonlítjuk, mert árban ugyanannyi, mint a 400 eurós wireless itt Momentum. Nekem azt tetszik a Momentumban, hogy nem kell touch-al használni. A bőr az olyan, hogy itt ilyen puha, meg minden nagyon szép, de ezt tudom, hogy ez ilyen műbőr, és ez biztos van, amikor tönkre menne. És itt szerencsére kicsit más a tapintása, premiumabbnak, ennek itt összességében a tapintása, ez nekem még mindig jobban tetszik, mint ez sajnos. De ez is egy nagyon szép felható, és persze aki inkább ezt a design szereti, és ezeket a touch funkciókat, meg ezt a kis bekapcs funkciót itt szereti, annak persze ajánlom nyugodtan ezt is, és persze ezt így például nem lehet így oldalra elhajtani annyira egyáltalán. Tehát ennyi is volt a rövid bemutató és teszt, azért is teszt, mert igazából, ahogy mondtam, már német videómban eléggé sokáig teszteltem, és amúgy elfelejtettem egy kis gombot bemutatni nektek, még van egy külön Bluetooth gombunk, de ahogy említettem, már kapható, és nem hiszem, hogy Magyarországon túl sokan megvennék majd, mert főleg a Wireless Noise Cancellation Businessman, a Bose, a fő játékos, és ezek is nagyon kényelmesek, nagyon puha itt a belső része is, és nagyon jó, de persze szerintem egy kicsit drága ahhoz képest, hogy mennyi mindent tud, és hát igazából én még mindig inkább ezeket választanám, mert szebbek. És tud legalább annyit. Tehát közben nézted, ennyi volt a rövid teszt videója a PXC Sennheiser 550-es felható ról. Legközelebbé ne felejtsetek feliratkozni, és sziasztok!